Kiválasztotta szlogenjét az európai értékeket hirdető olasz demokrata párt. Európát akarjuk, hangzik a jelmondat. Az európai parlamenti választások kampányindítóján célként tűzték ki a társadalmi igazságosság politikájának előmozdítását számos ágazatban. Az Euronews tudósítója Giorgia Orlandi kiemeli, hogy az olasz balközéppárt szerint Európának nem csak vezetnie kell a zöld átmenetet, hanem közben szociálisan érzékenynek kell maradnia. Elis Lein a balközéppárt elnöke hangsúlyozza, hogy meg kell akadályozni a szélsőjobb ternyerését. Az Európai Néppártot felelőssé teszi a nacionalista pártokkal való flörtölésért, amivel szerinte saját politikai hagyományaikat is elárulják. Az olasz demokraták prioritásai közé tartozik a minimálbér emelése, az egészségügy javítása, valamint a bevándorlók szolidárisabb fogadása és a munkaerőpiacon való integrálása. Elis Lein, a PD vezetője kiemelte azt is, hogy egyenlő jogokat kell biztosítani a nem hagyományos családok számára. Küzdeni kell a nemi identitástól független egyenlőségért. Fontos előrelépés volt, hogy legutóbb az Európai Parlament elismerte az abortuszt olyan alapvető jogként, ami még mindig nem érvényesül több országban. Az olasz demokrata párt vezetője szerint nem csak a támogatottság növelése kihívás, hanem a részvételi arány erősítése az európai parlamenti választásokon. Giorgia Orlandi for Euronews in Rome.